Szervusz, Krisztina! Ezek az állítások jellemzik az idei előadást is? Szervusz, Edith! Köszöntöm a nézőket! Igen, így van, idén is szórakoztató, szókimondó és aktualitás boncolkodó előadásra számíthatnak a Tanya Színház kedvelői. De magáról az előadásról beszéljen egy kicsit többet Lénárd Róbert, a darab írója, szerzője. Kérlek, ismertesd az előadást egy kicsit pár szóba. Hát ez egy érdekes folyamat volt, ugye ez nem egészen úgy van, hogy én írtam egy szöveget így a saját kicsi agyamból, hanem hát egy jó pár hónapja mi ezt gyúrjuk Puskás Zoltán rendezővel, cserélgettünk cikkeket, tanulmányokat, dumáltunk róla, hogy mit lehetne. Az alap kiinduló pont az az volt, hogy egy generációs előadást csináljunk, tehát hogy kicsit fogjuk meg ezt az YZ generációt, vagy a millenárisokat, ahogy szokták hívni őket, hogy kicsit őróluk próbáljunk meg beszélni. Aztán ez nyilván, mert tudjuk, hogy hova készül, vagy tudjuk, hogy a Tanya Színház nem csak a tizenéveseknek szól, bár ugye egyre inkább nyilván őket is meg akarja szólítani, ezért nyilván ki kellett egy kicsit tágítani, így lett belőle egy ilyen fiatalos vajdasági közérzet valóságshow. És mi a fődíj? 10 millió dinár, de hát ez szerintem lényegtelenné válik a végére. A színdarab a Tanya Színház, illetve a 42. Tanya Színház színészei főként akadémisták, de akad köztük pár vendégszereplő is. Valójában nagy út áll előttük, ugyanis hamarosan körbejárják Vajdaságot, 18 bácskai és 7 bánáti településre érkezik meg a Tanya Színház Echo Szekere. Arról, hogy fel vannak-e készülve erre a turnéra, Magyar Attila öcsit kérdezem. Fel vannak készülve erre a turnéra? Szervusz, drágám! Rettenetesen fel vagyunk készülve. Nézd, tiszta szutyok, retek vagyok. Egész nap itt teszünk, veszünk, takarítunk. Itt vannak a szalmabálák, várjuk a közönséget. Az előadás készen van, 2 játszottunk, mindjárt koncert próba van, úgyhogy jó beszélnek, úgyhogy hangosabban beszélek. Szerintem minden oké, a turné le van szervezve, sőt még külföldre is megyünk, határtalankodunk, megyünk Mórahalomra is. Úgyhogy Topolyán végzünk, az még egy plusz előadás a turnéban nem tervezett. Úgyhogy én azt hiszem, hogy minden rendben van, az előadást szereti a közönség eddig, úgy látom, és hát bízom benne, hogy ma este a Kavillói Művésztelep udvara leszakad. Annyian leszünk. A Tanya Színház előadások minden este 9 órakor veszik kezdetét. Holnap Mohorra érkezik az Echo Szekér, utána Péter Révére, illetve Óbecsére. A pontos információkról, illetve a helyszínekről a Tanya Színház Facebook oldalán, hivatalos Facebook oldalán értesülhetnek az érdeklődők. És ne feledjék el a kalapozás során is értékelni az előadást. A szó a stúdióé. Köszönjük a jelentkezést!